azok a hallgatók, akik most itt vannak, szociális munkát tanulnak, és egy neves professzor, Zélis úr kíséri őket. Ezzel a főiskolával nekünk most már egy olyan 5 éve tart a kapcsolatunk. Magyar hallgatókat is viszünk ki Németországba, oktatókat is fogadunk Darmstadtból, és mi magunk is megyünk ki oda oktatni. Kisebb csoportunk van most, egész héten Magyarországon vannak, és olyan intézményeket látogatnak, amelyek bemutatják a magyar szociális szférát. A Civil Központ a Kodolányi János Egyetem stratégiai partnere, és hát a Civil Központ hálózatán keresztül kerestünk olyan lehetőségeket, olyan érdekességeket, amelyek számukra is tanulságosak lehetnek. Ugye ők egy tanulmányúton vannak itt, jó gyakorlatokat szeretnének megismerni, és azt gondolom, hogy ahol most vagyunk, ez egy kiváló példája annak, hogy hogyan is dolgozik Magyarországon a társadalom, például a legújabb technikai vívmányok megismertetésével a fiatalok részére. A tudásközvetítésnek hagyományos módja az iskola, csak tudjuk, hogy nem igazán effektív. De az, amikor a valóságban ki lehet próbálni, meg lehet tapasztalni dolgokat, az sokkal jobban megmarad, és erre itt a Titkok Háza kiváló lehetőséget ad. A 32 együttműködő iskolával van szerződésünk, de ez a projekt keretében történik, de ettől függetlenül szervezünk családi napokat, illetve olyan csoportokat is tudunk fogadni, akik nincsenek a 32 iskola között, tehát egyetemistákat is. Összesen most 10 programmal várjuk az érdeklődőket, szeptembertől újabb 10 programmal fog bővülni a repertoárunk. A fizika és kémia labort fogjuk majd egy kicsit multifunkcionálisabbá tenni szeptembertől, illetve lesznek táboraink, ilyen titkosírás foglalkozások, például a globális navigációs rendszerrel is megismerkednek, hogyan kell térképeket készíteni, hogyan kell objektumokat elhelyezni. Aztán lesz a növények városi élete, amikor ezzel a GPS-szel kimennek a városba, és akkor ott a növényeket megjelölik, úgynevezett geotaggel látják el őket, aztán egy térképen ezt meg lehet jeleníteni, abból lehet mindenféle lekérdezéseket, következtetéseket levonni, illetve lesz egy mindennapi fizika a városban, amikor városi sétákat tesznek, és közben hőkamerával, mindenféle eszközzel vizsgálják a városi életet, hogy miköze van a fizikához egy-egy jelenségnek.